Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Egy picit távolabbra tekintünk a következő 20 percben, de azért ígérjük, számos vármegyei vonatkozás szóba kerül. Pénteken Párizsban fellobban az olimpiai láng, július 26-a és augusztus 11-e között harmadszorra ad otthont a francia főváros az ötkarikás játékoknak. Ennek apropóján beszélgetünk Bakosi Bélával, aki az 1980-as moszkvai olimpián hármasugrásban képviselte a magyar színeket, és Hájer Zsigmonddal, a Kölcsey Televízió sportszerkesztőjével. Jó estét kívánok, kezdjünk is rögtön egy kis olimpia történettel, de előbb köszöntelek benneteket, tegeződni fogunk értelemszerűen. Így van, sziasztok, és köszönjük mi is a nézőket. Hát olimpia centrikus nemzet vagyunk, én azt hiszem, úgyhogy a kulcsszámokkal szerintem sokan tisztában vannak, akik szeretik a sportot, ugye azt tudja mindenki, hogy 1896-ban rendezték meg Athénban az első újkor olimpiát, azt is, hogy Hajós Alfréd szerezte az első magyar aranyérmet. Egyébként a nyári olimpiákon jelenleg 182 aranyéremnél tartunk, az utolsót Tokióban a női kajak 4-es szerezte, van még 158 ezüstérmünk. Ezzel hol tartunk világviszonylatban? Benne vagyunk az első 15 ország között, most hajszál pontosan meg nem tudom mondani, azt nem néztem meg, és van még 183 bronzérmünk, tehát az ország nagyságához képest nagyon előkelő helyen állunk az éremtáblázaton. Ugye vannak a nagy nemzetek, sportnemzetek, Egyesült Államok, az egykori Szovjetunió, most Oroszország, bár ők ugye nem indulhatnak, csak egyéni versenyzők indulhatnak ezen az olimpián. Kína, akik nagyságuknál fogva ugye az elmúlt években, vagy az elmúlt utóbbi olimpiákon nagyon sok érmet szereztek. Ugye elhangzott, hogy negyedszer lesz Párizsban az olimpia, 1900-ban volt, 1924-ben, és bocsánat, tehát most lesz harmadszor. Mik voltak a legnevezetesebbek, már hogy így a szabadba vágok, akár magyar vonatkozásban, tehát melyek voltak a legsikeresebbek? Hát nekünk a Helsinki olimpia, ugye 16 aranyéremmel, aztán volt két nagyon sikeres olimpia, a rendszerváltás követően sokan összefüggésbe is hozzák azzal, hogy egy más körülmények között, más motivációval készültek a magyar sportolók, hogy 11-11 aranyérmet szereztünk, és hát a másik oldalról nézzük a pekingi, ahol három aranyérem született, és az is a játékok vége felé, és nagyon sokáig letargikus hangulatban voltak a magyarok. Majd erről Béla beszél, hiszen minden olimpián az első aranyat megszerezi, talán a legnehezebb, azt vár jobban mindenki, hogy megvan az első aranyérem, és akkor picit megtörik a jég, talán a többiek is felszabadultabbak lesznek. Egyéb szempontból is voltak azért nevezetes dátumok, például mondjuk egy 72-es müncheni olimpia. Így van, hát ugye, vagy a Los Angeles-i. Ha kezdjük, ez a 33. nyári olimpia számozását tekintve valójában a harmadik, mert ugye 1916-ban, 1940-ben és 44-ben a háborúk miatt elmaradt az olimpia, és amit te említettél, ugye 72-ben volt az a sajnálatos terrortámadás, ahol többen is életüket vesztették, az izraeli sportolók közül volt szerencsém járni a müncheni olimpiai faluban turistaként, ami megszólásig hasonlít a Nyíregyházi Józsavárosra, nem véletlenül, hiszen gyakorlatilag ugyanazokból a panelekből meg ugyanolyan rendszer alapján építették fel, de majd szóba kerül szintén a Los Angeles-i olimpia, ahol a magyar sportolók bojkott miatt nem vehettek részt, Szóban is voltak hiányzók, és bízunk benne, hogy most Párizsban egy zöggenőmentes olimpiát, minden szempontból zöggenőmentes olimpiát fognak lebonyolítani. Rettenetesen készülnek a rendfenntartó elők, nagyon sok országból kaptak segítséget, de azt már elhangzott, hogy napi szinten milliárdos, nem tévedés, milliárdos nagyságnyi hacker támadásra lesz számítani, hiszen olyan korban élünk, mikor a informatika mindennek a alfája és omegája. Hát most ebből kaptunk egy kis ízelítőt. Igen. Bár ez nem hacker támadás volt remélhetőleg, de az eredményét azért megérzékeltük. Szóba került itt a Los Angeles-i olimpia, és akkor én Bakosi Bélához fordulok, hiszen ebben ő is érintett volt, vagy te is érintett voltál, a moszkvait követően. Hát igen, nagyon készültünk a Los Angeles-i olimpiára. Nekem igazából az lett volna az igazi olimpia, akkorra értem be, mint versenyző, tehát korban is 27 éves voltam, hátam mögött volt nagy világversenyek, helyezések, érmek, két Európa-bajnoki cím. És hetedik helyezés a moszkvai olimpia. És a moszkvai olimpia hetedik, tehát lehetne sorolni, tényleg addig nagyon sok sikert elértem, és úgy is készültünk oda az olimpiára, hogy egy döntős helyezés minimum, de akár
még jobb is lehetett volna. Hát szép fényes érem is. Igen. Hát sajnos az utolsó pillanatban, tehát nem emlékszem, mert nagyon régen volt, azt hiszem május körül jelentették be, hogy végülis a magyar csapat nem megy, addig hitegettek minket, de tehát végülis bejelentették hivatalosan, hogy a magyar csapat az nem vesz részt ezen az olimpián. Úgyhogy, hát a pályát, én utána körülbelül egy-két-három hétig nem is edzettem, nem láttam értelmét, ráadásul a következő olimpia az ugye Szöulba volt, akkor is problémák voltak a két Korea között, tehát akkor is ilyen háborús feszült helyzet volt, és az sem volt akkor biztos, hogy egyáltalán a következő olimpia is teljes olimpia lesz, hogy egyáltalán meg lesz-e. Úgyhogy hát az egy nagy törés volt a pályafutásomban. Ráadásul utólagosan, ahogy néztem az eredményeket, 16 méter 85 kellett azt hiszem a dobogóhoz, a bronzéremhez. Én abban az évben tudtam 17 méter fölött folyamatosan. Ráadásul úgy, hogy találkoztam a későbbi az olimpiai bajnokkal, az Al Joynerrel, előtte Stuttgartba is meg tudtam verni, és utána az olimpia után is, csak sajnos pont az olimpián nem tudtam ott lenni. Hát, hogy mondjam, utána azért elég nehéz volt újra kezdeni az egészet. Miben lenne más most az életed, hogyha akkor ott te a az erkölcsileg, főleg erkölcsileg volt, hogyha valaki egy olimpián esetleg dobogóra kerül, az egy sporttörténelem, tehát az egy nagyszerű dolog, ez nagyon kevés embernek adatik meg végül is, hogy olimpián dobogóra kerüljön. Anyagilag is természetesen, mert akkor kezdődtek ezek a meghívásos versenyek, és ugye az nem mindegy, hogy kinek milyen cím, milyen rangja volt. Egy olimpiai dobogóval azért azt gondolom, hogy elég jól lehetett volna keresni, ráadásul Magyarországon is ugye más kategóriába került volna az ember. Ettől függetlenül ugye azóta sem kért senki semmilyen bocsánatot, meg semmiféle kártértést nem kaptunk azért, hogy akkor mi arról az olimpiáról lemaradtunk, és ugye, ahogy mondtam, erkölcs és anyagi kár is keletkezett folyamatosan. Nagyon sokan abbahagyták akkor, aki akkor az olimpiai csapatban volt. Hát, hogy mondjam, nagyon nehéz volt újrakezdeni, végül is csak nekiálltunk, mert még azért éreztem magamban annyit, hogy még tudok még jobb eredményt elérni. Az idő azt mutatta, hogy igazam volt, végül is tudtam igazából még javítani a legjobb eredményemen, és tudtam nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményt alkotni. Mi az, amire egy másodperce, vagy két másodperce, vagy többre. Azt tudni kell, hogy akkor azoknak az országoknak, akik távol maradtak, rendeztek úgynevezett barátságversenyeket, ugye az akkori szocialista blokk országairól volt szó, kivéve Romániát és Jugoszláviát, mert ők elutaztak és nagyon sok érmet is szereztek, olyan sportágokban főleg, ahol a távol maradók lettek volna a riválisok. És később, azt hiszem Béla, te ezen a barátságversenyen nem indultál, nem elmentél Japánba versenyezni. Nem. Indultam, mert kötelező volt, egyébként eltiltottak volna, nem indulok. Igen, és azoknak a versenyzőknek, magyaroknak, akik ott érmet szereztek, ugyanolyan életjáradékot kapnak, mint a tényleges olimpiai érmesek. Tehát, amit mondott Béla, nagyon sok mindenkinek tényleg hatása volt az élet, és még azért megkérhetném, hogy picit kanyarodjunk már vissza Moszkvához, hiszen itt van néhány relikvia. Én arra lennék kíváncsi, mert beszéltünk róla, hogy te az a hetedik helyen, akkor ott abban a időpontban, abban a pillanatban elégedett voltál? Hát ne annyira, megmondom őszintén, mert abban az évben télen nyertem az első Európa-bajnokságomat. Igazából az eredmény, a helyezés az még azt mondom, hogy az jó volt az eredmény, szerettem volna egy olyan 16 méter 80 körül ugrani 90, és ebből lett olyan 16 méter 50 néhány centi. Igazából egy-két helyen kerülhettem volna előrébb, de az jobban megnyugtatott volna, meg elégedettebb lettem volna vele, bár óriási hármasugró verseny volt. Hozzáteszem, hogy a szovjet győztes Udme nem igazán kedvelték az oroszok, mert a Viktor Szanyev, aki a hármasugrás, mondhatnám úgy, hogy koronázatlan királya volt, addig már három olimpiát nyert, és Moszkvában lett volna negyedik, és ez az Udme hát áthúzta a számítását, végül is Udme nyerte, és Szanyev csak második lett, és a világ csúcstartó brazil Oliveira lett a harmadik. Tehát nagyon nagy versenyt vívtak, azért mondom, hogy nagyon magas színvonalon. Én azért örültem, hogy így is, hogy azért döntőbe kerültem, és végül is hetedik lettem. Azt gondolom, hogy a mai helyzetben valaki hetedik egy olimpián, az óriási dolog lenne.
Igen, sőt, hát olyannyira ugye most már kvalifikációk vannak, tehát kijutni az olimpiára is rettenetesen nehéz, mert limitált a részvevők száma, tehát aki már ott van, azt még nem mondtam az előbb, hogy 180 fős magyar csapat utazik Párizsba, és 16 sportágban állnak majd rajthoz a magyar versenyük, tehát akik már kijutottak, azok már elértek valamit. Ha már itt a idei olimpiára terelted a szót, milyennek látod az utánpótlást, azok, akik most mennek olimpiára? Te magad is edzősködsz, látod, hogy a fiatalok hol tartanak. Hogy látod az atlétikai csapatot? Jelenleg hát nem annyira erős az atlétikai csapat. Azt gondolom, hogy egy éremre van esélyünk, a Halász Bence a kalapfesvető, bár ott most igen, magas színvonal jött össze, tehát komolyan fejlődött a kalapácsvető, és nagyon sűrű a mezőny, tehát én azért reménykedem, hogy jó helyezés, tehát nagyon elő fog lenni a verseny végén. Ezen kívül több próbázó lányoktól lehet várni esetleg döntős helyezést. Hát a többiek szerintem, ha megjavítják az egyéni legjobbjukat, vagy közelében vannak, akkor már ők teljesítették azt a feltételt, amivel ők kijutottak, de nagyon-nagyon nehéz, tehát miután erős kvalifikációs versenyek voltak, meg szintek, én azt gondolom, hogy meg kell becsülni azt is, aki már eleve ezt a szintet meg tudta csinálni, és ott tud lenni ezen az olimpián. 20 magyar atléta lesz ott, ha jól tudom. És van még egy faktor, amit megint Béla tud róla beszélni. Nagyon sokszor elmondják azt, hogy egy olimpia semmihez sem hasonlítható. Hát láttunk nagyon sokszor, hogy esélyes versenyzők, mi bármilyen sportágban fejreálltak, mert egyszerűen nagyon nyomt őket a tét. Te éreztél ilyet Moszkvában, vagy azóta is, hát gondolom, beszélgetés sok mindenkivel erről? Hát igen, egy olimpia azért, hogy mondjam, tehát ilyen magas színvonalú, mert ugye a sajtó politika minden mögé áll az olimpia mögé, ráadásul ugyancsak 4 év múlva van, tehát hogyha valaki hibázik az olimpián, javítás 4 év múlva lehetséges, és azért 4 év az hatalmas idő, tehát 4 év múlva nem lehet tudni, hogy sérülés egyéb okok miatt ott tud-e lenni, vagy egyáltalán már kiöregedett. Emiatt most még magasabb ez a sajtó és egyéb, mert ugye az informatika világában mindenki látja, nézi, hozzáférhet. Azért az én időmben csak televízió volt, és azon keresztül lehetett ugye az olimpiát követni. Most mindenféle eszközön, jóformán telefontól kezdve minden, tehát... Valahol nem véletlenül, hogy tiltják is, hogy kommenteket olvassanak a versenyzők, hogy ne befolyásolják. Igen, tehát azt gondolom, hogy emiatt... Ráadásul ugye Magyarországon a premizálás is nagyon magas színvonalú, tehát ez azért azt gondolom, hogy óriási terheket ró a versenyzőre. Hát ezt kell megpróbálni kiszűrni, az igazán nagy versenyző az függetleníteni tudja magát ezektől a dolgoktól, akkor jó eredményt fog elérni. Én azt gondolom, a mentális állapot legalább annyira számít egy versenyhelyzetben, sőt, lehet még többet, mint az, hogy fizikálisan menjen, mert fizikálisan mindenki felkészül egy versenyre. Így van, és nem véletlenül van már gyakorlatilag mindenkinek mentál trénere is. Ez valamikor sokáig tabu téma volt, amikor te versenyeztél, nem nagyon volt szerintem még pszichológus a csapat mellett. Most már viszont tudatosan felépítik ugyanúgy, mint egy edzésrendet, vagy egy edzésadagot, hogy úgy építik fel, hogy mentálisan is akkor legyen a csúcson az a versenyző, amikor a legjobban kell teljesíteni. Szilágy Jel, ugye 3-szoros olimpiai bajnok, pszichológiát is tanul, de ettől függetlenül ott van mellette is, aki segíti, és tényleg a vívóknál is ugye az egy nap elkezdik vívni, és a verseny végén, a nap végén, aki döntőbe jut, az megnyerheti. Tehát ott azon a napon kell olyan formában lenni, és amit említettem, voltak, akik fejre álltak, hát nagyon sok olyan versenyző, vagy világcsúcsokat futott, vagy ugrott, és olimpiát nem sikerült nyernie. Még a hatalmas Szergej Bubkának is egy olimpiai bajnoki címe volt a 6 világbajnoki aranyérem mellett. Hát igen, én is azt vallom, és mondom is a versenyzőnek, hogy a fej az 60%, minden további képességek 40%. Tehát egy ilyen nagy versenyre akár 8-10-15 egyformán felkészült versenyző is, vagy még több is oda kerül, és ott az nyer, vagy az lesz a jobb helyezés, aki fejben jobban tudja ezt az egészet korrigálni, és tudja azt a mozgást megcsinálni, amit ugye edzéseken 1000-szer, meg 100-szer megcsinált, és nem fél attól. Tehát függetlenül kell magát eleve, hogy mondjuk egy atlétikában elég komoly nézősereg van, tehát én emlékszem, Moszkvai olimpián 100 000 néző volt a Lenin stadionban. Igen, az első héten, a második héten itt, hogyha van egy nagyobb eredmény, óriási a hangzavar, tehát hogyha ezt valaki nem tudja kizárni,
akkor nem tud jó eredményt elérni. Tehát ezt kell megtanulni, hogy csak a saját feladatára kell koncentrálni, és minden külső dolgot azt ki kell zárni. Ne felejtsük, hogy van két vármegyebeli illetőségű, konkrétan nyíregyházi versenyző is. Kint lesz pontosabban Kovács Járdökő, már kint is van Nagy Lajossal. Ő kedden utazott, és a jövő héten utazik Hellebrand Máté gyaloglás, és csütörtökön áll majd rajta a 20 kilométeres gyaloglásban. Milyen esélyekkel vágnak neki? Érdekes, mert Ricsi súlycsoportjában a 60,5 kg-ban, de azt hiszem a többiben is 20 versenyző van, és csütörtökön sorsolnak. Ha szerencséje van, akkor benne lesz abban a 12 versenyzőben, aki szombaton még nem boxol, hanem ők már egyből a 16 között vannak, négy pár leboxolja, és akkor megvan a 16. Onnan már a 8 közéjutás egy meccs, a 4 közéjutás még egy meccs, és a 4 között vagy már érmes, vagy garantáltan. Tehát most lehet, hogy kimondva kevésnek hangzik ez, hogy két nyert meccs, viszont azzal, hogy a 20 közé bekerüljön, Ricsinek végig kellett csinálni a kvalifikációs tornákat, és olyan eredményt kellett elérni. Tehát az vehetjük úgy is, hogy egy előselejtezős, mert gyakorlatilag az volt. Tehát ő akár két nyert meccsel, és azt mondta az edzője Nagy Lajos, hogy sokakkal boxolt a riválisok közül, és bárkit meg tud verni közülük, csak hát az az kell, amit Béla mondott, hogy akkor abban a pillanatban ott legyen toppon fizikálisan, mentálisan. Máté pedig a saját elmondása szerint egyéni csúcsához közelítőt szeretne gyalogolni, vagy megjavítani. Ott is rendkívül sűrű a mezőny, megszűnt az 50 kilométeres gyaloglás, mindenki a 20 kilométeren indul, itt 48-an indulnak reggel 7:30-kor, hogy ne legyen nagyon meleg, a Eiffel-toronnyal szemben egy utcán van kijelölve egy 500 méteres pálya, és az oda-vissza, amíg 20 kilométert nem teljesítik. Egy kicsit monoton egyébként, mert régebben 2 kilométeres távokon voltak, meg a klasszikus nagy gyaloglások, azok pedig ugye a városokban, az utcán megmutatva a legszebb helyét egy-egy városnak, mint ahogy látjuk, most nemrégen láttuk a Tour de France, hogy bármilyen verseny gyakorlatilag egy kis turistáskodás is, ha leül az ember egy ilyet megnézni, mert látja, vagy mikor Budapesten volt a világbajnokság, ugye ott is a maraton futott végig a városon, ott a Hősök terén gyalogoltak Mátéig, tehát a 42 közül szerintem, ha ott azt mondta, a középmezőny elejéhez, ami azt jelenti, hogy ha 10 és a 20 között végezne, szerintem elégedett lenne, főleg ha megint utalva Bérára a legjobbját elérni. Egy picit beszéljünk arról, hogy milyen vezet, vagy milyen edzői stílus az, ami most hatékony tud lenni. Nagyon sok cikket lehet olvasni ebben a témában manapság. Tehát az, ami 20-30 évvel ezelőtt bevált gyakorlat volt, és teljesen elfogadott volt, az ma már nem biztos, hogy működik. Miben kell most neked másképp dolgozni, mint annak idején a te edződnek? A gyerekanyag is változott. Igen, tehát ez a legnagyobb változás, hogy a gyerekanyag változott, tehát... És a szülői hozzáállás is. Igen, tehát a körülmények teljesen másak, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, akkor ugye ez igazából a sport, vagy művészet, vagy bármi egyéb ilyen dolog volt, kiugrási lehetőség a versenyzőnek, vagy hát aki ezt elkezdte. Tehát utazni is így tudtunk nyugatra igazából, tehát ugye az három, az kiváltság volt, így, a három évente lehetett egyébként ugye abban az időben, akkor volt valutakeret, meg tehát bonyolult volt. És akkor ez a lehetőség volt, és ugye ráadásul akkor még voltak sportállások, nagyon komolyan, ami azt jelentette, hogy ugye annak idején a nyíregyházi vasutasport, a vasútnál voltak elhelyezve atléták, és emlékszem, mert 15 sportállás volt. Tehát ennyi volt a feladat a versenynek, hogy megvolt ugye az anyagi háttér, és csak edzeni kellett, jó edző irányításával. Ha valaki olyan szintre elért, akkor a országos szinten is edzőtáborok, mi a legjobb edzőtáborokba jártunk a világba, tehát a francia, a Kanári-szigetek, Kubától kezdve, tehát megvoltak a feltételek, és hát ugye így lehetett is eredményt szállítani. Most a gyerekek ez nem motiválja, mert a szülő fogja, azt elviszi akárhova, mert anyagilag rendelkezik úgy, hogy utazhat. A másik dolog, ami nagyon-nagyon nagy gond, az az informatika, tehát hogy a számítógép, játékok, a gyerekeket teljesen elviszi más, elviszi az idejüket, és nem szívesen
mennek ki a pályára, hogy kemény fizikai munkát, mert azért ezt tudomásul kell venni, hogy az atlétika meg a sportágak nagy része kemény fizikai munka, tehát azt meg kell csinálni, anélkül nincs eredmény. És nap mint nap. És visszatérve nap mint nap, ha fárad, hanem emellett ugye... Teljesen más életforma, mint a nem emellett van ugye a továbbtanulás, egyetem, az egyetemre nagyon nehéz bekerülni, ugye pont határok vannak, külön órákra járnak, nyelveket tanulnak, tehát nagyon be kell osztani az idejüket. Nekem is úgy van, hogy egy nap, egy csütörtöki napon nincs edzés, pont azért, hogy ezeket a külön órákat arra napra tegyék a gyerekek, ez előre meg volt beszélve, és akkor meg tudják oldani nagy részt ezeket a külön órákat, hogy a többi edzést ne zavarja, mert akkor egyébként a többi edzés rovására ment volna. Tehát így sokkal nehezebb dolguk van a mostani gyerekeknek, azt kell, hogy mondjam, és természetesen az edzőnek is, hogy ezt megpróbálja valahogy egyensúlyba hozni, hogy edzés is meglegyen, a tanulás is működjön. Nem egyszerű, és nem vállalják, tehát nagyon kevesen vállalják most már igazából az élsportot. Ezért nem, is kell megbecsülni ezt a 180 versenyzőt, aki most Párizsba így megy. Van, hány sportágban lesznek, kikért kell nagyon szurkolni? 16 sportágban állnak rajthoz a magyar versenyzők, és Ballai Attila írt egy jegyzetet a Nemzeti Sportban. Maximálisan egyetértek vele, hogy én 72 óta követem az olimpiákat, talán most van először olyan, hogy nincs olyan versenyző magyar, akire feltenni az ember mondjuk a fél vagyonát. Azért, ha visszaemlékszünk, volt olyan idő, mikor Darnyi Tamás egerszegi kiszor, mondjuk 92-ben, akkor csak az volt a kérdés, hogy 4 vagy 5 aranyérem. Most nem tudnék ilyet mondani, Schmidt Pál ugye sokáig volt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, 20 évig a MOB tagja, ő minden éremből 5-öt vár, tehát 5 arany, 5 ezüst, 5 bronz, lehet, hogy meg is lesz, de tényleg nem tudnám mondani. Esetleg azt tudja mondani az ember, a hagyományos sikersportágak, kajakkenu, vívás, a két vízilabda csapatunk kint van, tehát annyira sűrű a élmező minden sportágban, hogy hajszálokon múlhat. Hát ott volt, emlékszünk, Gütler Károly 1 századdal maradt le az aranyéremről, tehát sok apróságon múlhat. Milák Kristófot mondanánk, 3 évvel ezelőtt járnánk, de ugye ő gyakorlatilag 1 évet, ha minden igaz, nem úszott, nem tudni, hogy mire lesz képes, jönnek fel a vetélytársak is, úgyhogy tényleg nem tudnám azt mondani, azt ajánlom mindenkinek, én legalábbis azt fogom tenni, mert nincs időeltolódás, reggeltől már megy a közvetítés, tehát folyamatosan menni fog a tévé, és nézzék a tévét, és akkor még elcsíphetnek egy olyat is. Pont a szerkesztőségben voltunk, mikor Isztovéva 2012-ben végigvezet megnyert a 10 kilométeres úszást, és emlékszem, a kollégák is ott ragadtak a tévé előtt, olyanok is, akik különösebben nem foglalkoznak a sporttal, mert látszott, hogy valami nagyon nagy dolog sülhet ki belőle, és akkor így is lett. Ő is ugye évekig abba hagyta az úszást, úgy kezdte újra, és úgy lett olimpiai bajnok. Hát azt gondolom, semmi más nem kívánhatok most, mint jó szurkolást mindenkinek. Köszönjük szépen, szurkolunk a magyaroknak, aztán bízunk benne, hogy az a 15 érem meg lesz. Bakosi Béla. Én is remélem, hogy meg lesz az a 15, úgyhogy szurkolunk mindenkinek, főleg az atlétáknak. Úgy legyen, Bakosi Béla, Zsiga. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Turizmussal folytatjuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos szállodája teltházzal működik a nyári időszakban. Az aktív kikapcsolódásra és kényelmes pihenésre vágyók egyaránt találhatnak maguknak célpontot a térségben. És bár keresettek a szabolcsi kikapcsolódási lehetőségek, a szakemberek azt tapasztalják, jóval visszafogottabban költekeznek a belföldi turisták. Mi, mikor elmegyünk bármilyen nemzetközi projekttel és kvázi turistákat viszünk magunkkal, akik tanul, ha már tanulási szándékkal is, de azért egy másik nemzetnek a vendégszeretetét elvezik, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy a turista az viselkedjen úgy, mint hogyha Magyarország nagykövete lenne, ugyanis róla állítják ki a bizonyítványt, hogy milyenek a magyarok, milyen Magyarország. De ha egy nemzetközi példát és egy kitekintést tudok mondani, akkor Skandináviába, és már nem az a kérdés Norvégiába például egy raftingnál, hogy mit adunk a turistának, hanem hogy a turista mit ad vissza. És bizonyos rafting helyszíneken ingyenes a hajókázás, de cserébe a szemetet össze kell szedni, és így szimbiózisba tud élni az aktív turizmus, a pihenő turizmus, a környezeti fenntartható turizmus, és sok-sok minden, amiért eddig kvázi csiliárdokat fizettek a turisták, most ezt ingyen megkapják, cserében a környezetet rendben rakják. Talán mi sem mehetünk majd ebbe az irányba, pláne
olyan helyen, amelyik zöld szállodák, vagy erdőkezeli szállodák, hogy igen, együtt a vendéggel rakjuk rendbe a saját környezetünket, és teremtsünk egy csodálatos világot magunk körül. Ez a projekt még a jövő zenéje. Az elmúlt napok forróságában még csak hűsülés céljából választották az emberek valamelyik Tiszapartot. Néhány hete azonban még nem lehetett tudni, lesz-e igazi nyár. Ha visszaemlékszem még a két héttel ezelőtti időszakra, hát tőlünk nem messze volt a víz, ugyanis még egy komoly kis áradásunk volt, aztán ránk tört a nyár, megjelentek a vízitúrázók, jönnek a bringások. Büszkén mondhatom el, hogy a Beregszíve üdülőközpontban folyamatosan csütörtöktől vasárnap estig érkeznek meg a vízitúrázók, egyszerre 50-en tudnak megszállni a sátraikban, ami azt jelenti, hogy 5x10 főnek van a vízitáborozók által megépített sátor június végétől augusztus végéig. Ugyanakkor a bringások is folyamatosan érkeznek, de azt is látom, hogy nagyon sok nyaraló megújult. Nyilván vannak még olyan nyaralóink, amelyekre kevesebb gondot folytanak a tulajdonosaik, de bízunk abban, hogy a jó példa ragadós, és örömmel tapasztalom, hogy gazdát cserélnek a régebbi lelakott nyaralók, és a fiatalok, sőt a középkorosztály is szívesen tölti el itt az idejét. Itt egy necces éjszakánk van, a szombat éjszaka, amikor viszont a fiataloknak kedvezünk, ekkor ugyanis nincsen Gergely-Gornyán zárva tartás, hanem szombaton éjszakán vasárnap reggel 6-ig szórakozhatnak. Nyilván ennek megvan a előnye és megvan a hátrány, és előnye az, hogy nem mennek el máshová, a diszkóból eseteket így el tudjuk kerülni, hiszen itt vannak a közeli helyen, az otthonukhoz közel, és nem kell elmenni Kisvárdára, Mátészalkán, Nyíregyházára. Ugyanakkor azt is tudom, hogy a túlzott hangerő sokat bosszant, de hát legyünk toleránsak egymással, és próbáljuk meg elviselni azt a néhány szombat éjszakát, ami ilyenkor adja magát. Odafigyelünk a Tiszapartra, folyamatosan 11 órától 19 óráig biztosított a vízmentő szolgálat is, és már április végétől készültünk arra, hogy a fűnyírással, a tereprendezéssel olyan körülményeket teremtsünk, amely méltó az itteni nyaralásokhoz. Örömmel tapasztalom, hogy nagyon sok a visszatérő turista. Polgármesterként az a legfontosabb számomra, hogy a turista ne kétszer jöjjön, először és utoljára, hanem legyenek visszatérő vendégeink, akik megszeretik ezt a csodás vízpartot. A nyíregyházi szállodákban is sok a visszatérő vendég, akiknek a 90%-a családosan érkezik a kikapcsolódás helyszínére. Új és a már meglévő vendégeink is szívesen jönnek hozzánk. Ők pedig már körülbelül kora tavasszal lefoglalták a nyári pihenésüket. Ezt elsősorban ugye a Nyíregyházi Állatpark nagy sikerű interakciójának köszönhető, a jégvilágnak, amely ugye Magyarországon egyedülálló. Másrészt ami egyébként speciális helyzetben van, hiszen 4 folyóval rendelkezünk közig határon belül, egy túrnak egy kis szakasza, Kraszna, Szamos és a Tisza, tehát mindenből van nekünk egy kicsi, van amelyikből egy kicsikét nagyobb szakasz, erre a lapára pedig nagyon büszkék vagyunk, gondozzuk, figyeljük, tisztán tartjuk, hiszen nem mindegy az, hogy ki mennyi időt tölt itt el nálunk. Ugyanakkor több mindennel büszkélkedhetünk, hiszen Vásárosnemény a horgászati turizmusnak, a vadászati turizmusnak, a kerékpáros és a vízi turizmusnak is az otthona, de nem menjünk el semmiképpen sem a középkori templomok útja mellett sem, hiszen a Szatmári és a Beregi középkori templomok innen nagyon jól megközelíthetőek. És érdekes módon a kerékpározás és az evezés összekapcsolódik, hiszen a víziturizmus egyik bázisaként és a Tisza folyó mentén nagyon sok töltés épült meg, és ezek a töltéskoronák aszfaltos felületet kaptak. Kerékpározások kiválóan alkalmasak, és itt ennek mentén a középkori templomokat is meg tudjuk látogatni, és ez aszfaltos felület, nem nevezném kerékpárútnak, de nagyon nagyszerűen kerékpározható, és ez 300 km hosszúságú megközelítőleg. Ez azt jelenti, hogy Szatmárt, Bereget be tudjuk járni bringán és a vízen egyaránt. Szétnéztünk a vármegye más területén is, milyen lehetőségek vannak azok számára, akik tényleg csak könnyed pihenésre és kevésbé aktív kikapcsolódásra vágynak. A Baktalórendháza határában lévő szállodát a hétköznapokban jó részt üzleti turisták veszik igénybe, főleg osztrák, német és holland nyelvterületről, de a hétvége itt is a családoké. Ennek a nagyon nagy része a családi rendezvény, esküvők, ahol egy nappal meghosszabbítják a foglalásukat, tehát nem csak a szombati napra érkeznek, hanem megérkeznek csütörtök este, vagy vasárnap még maradnak, és hétfő reggel távoznak el a szállodából. Így azt lehet mondani, hogy az általunk belőtt szegmentáció az jól működik, és a megyének bizonyos területein, ha nem is túlcsordul ez a bizonyos turizmus, de azért megtelítődtek a szállodák.
Másik oldalon a vendégnek a költése, ez pedig azt jelenti, hogy visszafogottabban költekeznek a vendégek minden egyes étteremben, minden egyes szállodában, az én meglátásom szerint, illetve a hozzám eljuttatott információk szerint. Magyarországon körülbelül 42 millió vendégészaka van évente, azért itt van hova fejlődni, szóval a Magyar Turisztikai Ügynökség is lenyilatkozta egy olyan 50 milliós vendégészaka szám a cél 2030-ig, azért ez a 8 millió, azért ez egy brutális szám, amelyet el kellene, hogy érjünk, ezt nem is tudom, hogy milyen kapacitás bővítéssel fogjuk tudni elérni, hogy a célszámok meglegyenek, illetve hogy mivel tudjuk jobban ösztökélni a vendégeket az adott szálláshelyen, illetve étteremben arra az elvárt keresletre, amelyet mi küzdünk, vagy tűzünk ki célul, hogy a vendéglátó egységet, a szállodát, az éttermet azt pozitív eredménnyel tudjuk üzemeltetni. Azért itt van egy hátsó oldala is, az üzemeltetési költségek, amelyek még ebben az évben azért jócskán nyomják a vendéglátó egységeknek a vállát. A tavalyi inflációs nyomás, amely megemelte az árakat, nem érhető el, és ezt kimerem jelenteni, hogy nem érhető el mindenki számára egy középszerűtől jobb, vagy egy 4 csillagtól fölfelé szálloda. Nagyon megemelkedtek az árak, talán a 2019-es szinthez képest egy 70-80% emelkedés biztosan van. Ennek ellenére megye és ország határon túlról is sok turista érkezik a térségbe. Baktalanegyháza, mivel a megyének a közepe, kimondottan ideális akár egy hosszú hétvége vagy 4 nap eltöltésére is, ugyanis múzeummal, 2 múzeummal rendelkezik, azért van egy 4 csillag superior szállodája, kiszolgáló egységekkel, étteremmel, illetve a város több pontján különböző olyan vendéglátó egységek foglalnak helyet, illetve kínálják a szolgáltatásaikat, ami azért csábító lehet a vendég számára. Azért itt nemzetközi kitekintésben is olasz konyhával, akár egy kínai büfével, vagy egy kínai étteremmel, illetve hogyha jó az idő is, már megunják a pancsolást a vendégek, amelyet most ebben a kimondottan 40 fokban nem biztos, hogy így van, akkor útra kellek, és csillagtúrára kimondottan jó, szintén Baktaló rendháza adottsága, és akkor itt még nem is beszéltem a 460 hektár erdőről, amely igazán hűst ad a vendégeknek ebben a forróságban is, és az erdő, az erdei turizmus, a vásárlóturizmus, akár Nyíregyháza, akár a Nyíregyháza szolgáltatásai, az állatpark, a múzeumfalu, vagy hogyha vallási turizmus oldalát nézem, akkor Mária Pócs egy karnyújtásnyira van, vagy akár Nyírbátor, és akkor el lehet mondani, hogy Nyírbátornak a szépsége, Mária Pócsnak a csodája, és a nyírségi emberek vendégszeretete azért az csábítja akár a határon, innen határon túl élő honfitársainkat, vendégeinket, barátainkat. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Új műsorral legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!